A és a farkasok népmese Volt a világon egy kismalac, annak volt egy kisháza, egy nagy rengeteg erdő közepén. Egyszer, amint ebben a kisházban főzögetett magában, oda megy egy nagy, ordas farkas, beszól az ajtón. Erezd be, kedves malackám, nagyon hideg van idekint fázom. Nem eresztelek bízén, mert megeszel. Erez be hát legalább az egyik hátsó lábam. A kismalac beeresztette az egyik hátulsó lábát, hanem alattomosan oda egy nagy fazék vizet a tűzhöz. Kicsi idő múlva megint megszólalt a farkas. Ugyan kedves malackám, Erezd be a másik hátulsó lábam is. A kismalac beeresztette azt is, de a farkas azzal sem érte be, hanem egy kis idő múlva megint beszólt. Kedves malackám, erezd be a másik hátulsó lábam is. A kis kismalac beeresztette azt is, de a farkas ezzel se érte be, hanem egy kis idő múlva megint megszólalt. Édes, kedves, kismalackám. Ereszd be a két első lábam is. A kismalac beeresztette a két első lábát is, de a farkasnak ez sem volt elég, megint megszólal. Malackám, eresz már be egészen, majd meglásd, egy újjal se nyúlok hozzád erre a kismalac egy zsákot éppen oda a nyíláshoz, hogy amint a farkas jön háttal befelé, egyenesen abba menjen be. Azzal beeresztette. A farkas csak ugyan a zsákba farolt be. A kismalac se volt rest, hirtelen bekötötte a zsák száját, lekapta a tűzről a nagy fazék forró vizet, leforrázta vele a farkast, azután hirtelen felmászott egy nagy fára a farkas egy darabig ordított, mert égette a forró víz. Azután addig hányta vetette magát, míg utoljára kioldozódott a zsák szája. Kibújt belőle, szaladt egyenesen segítséget hozni. Vissza is jött nem sokára, vagy tized magával. Elkezdték keresni a kismalacot, addig-addig keresték, amíg valamelyik csak ugyan megtalálta a fatetején. Oda mentek a falá, és elkezdtek tanakodni, hogy mit évők legyenek. Mi módon fogják meg a kis malacot? Mert hát egyik sem tud az fára mászni. Nem sokára azt határozták, hogy egymás hátára állnak mindannyian, úgy aztán a legfejszső majd csak eléri, el is kezdtek egymás hátára felmászni. A kopasz maradt legalul, mert félt feljebb menni, így hát a többi mind az ő hátán volt. Már olyan magasan voltak, hogy csak egyetlen egy hibázott. Az az egy is elkezdett már mászni, amikor a kismalac hirtelen elkiáltotta magát. Forra a vizet a kopasznak! A kopasz megijedt, kiugrott a többi alól, a sok farkas mind lepotyogott. Kinek a lába, kinek a karja, kinek a nyaka tört ki. A kopasz meg úgy elszaladt, hogy soha se látták többé. A kismalasz szépen leszállt a fáról, hazament. Többet felé sem mertek menni a házatájékának a farkasok. Itt a vége, fusevéle.